Megtalálta a megfelelő szintet Dzsudzsák Balázs. Ilyen és ehhez hasonló megjegyzések is elhangzottak október 13-án vasárnap a Pasaréti úti vasaspálya szélén, amikor hazánk legismertebb focistája együtt edzett rajongóival a nyírvasvári hölgyekkel. Tette ezt a hollandiai 8-1-es megaláztatás után, de még az Andorra elleni kínszenvedés előtt, amikor még mindenki az amszterdami felelősöket kereste. Én azt mondom, hogy mindenki felelős azért, amit akár pénteken is elértünk, de nincsen akkora vészkongatás. Hiába a nyírvasvári lányok, Dzsudzsák nem tudta feledni az amszterdami vereséget, de volt, ami még jobban megviselte. Maga az érdeklődés és a felfogozottság miatt a román sokkal mélyebben érintett mindenkit, többek között engem is. Eközben a válogatott másik sztárja, Szalai Ádám, borította a bilit. Kiderült, hogy eddig csak hülyítették a magyar szurkolókat. Mi vagyunk ennek az okai? Ezeket a játékosokat tudtuk kinevelni, akivel a magyar válogatott jelen pillanatban ilyen eredményeket képes elérni. És ezt sajnos tudnunk kell, és nem pedig arról beszélnünk, hogy mi mekkora játékosok vagyunk, meg a magyar válogatottan majd kijutunk, stb. Végül a kijutás helyett szolgáltatott más témát a válogatott. Az amszterdami 8-as fogalommá vált. Sokan úgy gondolták, hogy ezek után nem csak Egervári Sándornak kell távoznia. Itt vannak a sírsirány királykör egy csávók! Nem hiszem, hogy az a megoldás, hogyha mindenki felteszi a kezét, hogy nekem itt elég volt. Ráadásul nem is volt olyan lesújtó a hollandiai mérkőzés. Legalábbis az eleje. Legalábbis Balázs szerint. Én azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy beszélünk egy nagyon-nagyon csúfos vereségről, voltak azért olyan momentumok a mérkőzésen, amikor akár az első 13 percben ugye négyszer mentünk úgy, hogy ember előnyben voltunk, és nem tudtuk ezt megfelelően kihasználni, tehát hiányoztak azok az utolsó passzok, amiket egy ilyen csapat ellen, sőt senki ellen nem lehet megengedni, hogy négyből ugye nem tudunk góllal befejezni támadást. Ne hűjtsük már egymást komolyan, mert ez nagyon kemény, hogy elkerülhető gólok, meg sokan sérültünk, meg... Továbbra is azt mondom, hogy akit kellett, azt mondom, hogy papíron megvertük ebbe a csoportba, még úgy is, hogy nem mindig mi voltunk az esélyesek. A végső bravúr elmaradt, csak a harmadik helyet sikerült megszerezni a csoportban, de legalább megtudtuk az okát. A mi játékosaink vagy másodosztályokban fociznak, vagy Hollandiában fociznak, vagy Oroszországban fociznak, és ezt ki kell mondani, mert ez így van. Ez nagyon kemény, de nekem ne kezdjük el minden egyes torna előtt, selejtező torna előtt, hogy igen, most megcsináljuk. Minden egyes embert hülyének nézzük, és elmondjuk, hogy igen, most meg fogjuk csinálni, meg most meg fogjuk csinálni, és ez megy 20 éve. 20 éve nem neveltünk ki egyetlen egy darab tehetséget sem. A helyzet tehát változatlan. 1986 óta képtelenek vagyunk Európa vagy világbajnokságra kijutni. Egyelőre marad a hűítés, de mindenki annak örülne a legjobban, ha lehetne rajongani Dzsudzsákékért, ahogyan a nyírvasvári lányok is teszik. Ha a válogatott játékosai nem csak a nyilatkozatháborúkat nyernék meg.